valóban érdek, nagyon jól megismertem, és hát érdekes sokan azt nem is tudták, mert nem tudják mondom, hogy tárgyakban lakunk, de hát valójában tárgyakban kevésbé valahogy. Mindig úgy volt, hogy ha tárgyakban esemény van, akkor nekem mindig érdekelnek esemény vannak, és akkor hát végül is így kivarod sok szörön életünkből, de hát tárgyakban is tudok mutatni, és hát az is, hogy én is tárgyakban. És valahogy az is jó volt, hogy közel van, mert a gyerekekkel otthon tudtam menni nagyon sokáig, tehát azért tudtam menni, mert óvodából hozzájöttek, és szerintem mindennél többet ért, hogy nem reggelentem, és este készítésen értem. A másik dolog, hogy ez egy közvetlen munka, de azért elég sokszor van, hogy nem egészek át, hogy van is. Akkor ez a több mint 5000 cikkes poénnak is jó egyébként természetesen. És tárgyal meg nincs messze. Szerintem parkváros centrumtól legalább olyan messze van, mint ezt mondtam én is, hogy sokszor előbb beértem tárgyakon érzre, mint a parkvároskor. Hát Lálint Edithke nem csak jó ír, hanem jó is beszél. Igen. És nő a parkalmányok, hogy szeretne még megmutatulálni. Edith nem csak azért tiszteletbeli írkatlan, mert rengeteget ír rólunk, Oriákosokról, hanem rendkívül nagy szeretettel. És én kezdetben voltam olyan beképzelt, hogy azt hittem, hogy csak rólunk ír ilyen nagy szeretettel, és ahogy olvasgattam a többi interjút és mindenféle bemutató cikket, rádöbbentek, hogy ő mindenkiről olyan végtelen szeretettel ír és köszönöm. Ja, és megértendő az, hogy Sára lányú a Poliáktal egy a Temeti Sárga Lányos iskolából Nagy Alexandra és Nagy Tünde fognak népdalokat énekelni nekünk. Thank you.